Sziasztok! Amikor arról beszélgetünk, hogy a magyar labdarúgásnak egyre kevésbé vannak hátvét gondjai, hála Istennek, akkor természetesen elsősorban Vili Orbánra, Szalai Attilára és Kerkez Milosra gondolunk. Azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy van nekünk egy nagyon-nagyon tehetséges jobbfutónk, akit úgy hívnak, hogy Bolla Bendegúz. Ez a fiatal ember, ez ugye 1999-ben született, és serdülő csapataiban, ugye az MTK-ban, illetve a Videótonban nevelkedett, tehát Fejér megye és Budapest nevelte tulajdonképpen, és szerencsére azt kell mondjam nektek, hogy nagyon hamar, 2021-ben, tehát még nagyon fiatalon vitte előtt a Wolverhampton, és mivel a Wolverhampton csapatában nem tud azonnal kezdőként játszani, de látták a képességeit, ezért kölcsön adták a Grasshoppersnek, ugye azért nézek fölfelé, mert ugye itt a számokat közvetlenül tudom nektek mondani, és a Grasshoppersben most már azt lehet mondani, hogy stabil játékos. Ugye az elmúlt idényben is 30 mérkőzést játszott, 30 bajnokit játszott, 4 gólya volt és 3 asszisztja, ezen kívül ugye a hazai kupában is volt egy, volt egy mérkőzése, tehát azt lehet mondani, hogy, hogy, hogy hasznos tagja volt a csapatnak, most pedig ugye ebben a, ebben a, bajnokságban, ami most zajlik, a Grasshoppers egyébként nem szerepel túl jól, mert ugye nincsen kupa induló helyen. Az első kettő a svájci bajnokságban hogy a bajnokok ligája se a második, tehát a harmadik és a negyedik helyezett az ugye konferencia ligában indul, egyiket sem el a Grasshoppers, ugye a hatodik helyen áll a bajnokságban, de hát innen még azért bőven lehet fölfele jönni. 12 bajnoki meccset játszott eddig, két gólya és két asszisztja van, de ha megnézzük az előző mérkőzéseket, akkor még Jobb a hír, mert ugye a októberi dolgokat mondok, a Grasshopper Zürich mérkőzésen az ő gólyával lett ugye egy-egy, a, tehát a Grasshoppers pontot szerzett, a Grasshopper Sion mérkőzésen, ami 4-4 lett, ott is szintén rugott egy gólt, és aztán pedig ugye a Winterthur elleni mérkőzésen, amit elvesztett a Grasshopper, ott nem volt gólya és asszisztja, de nem játszott rosszul, a Grasshopper szervet mérkőzésen pedig, ami 2-3 lett ugye a Grasshopper szempontjából, ott adott egy gólpaszt. Tehát nem csak arról van, Szó, hogy ő egy epizódista, aki kiegészíti a csapatot, hanem állandó kezdő, ugye az elmúlt öt mérkőzésen mindegyiken végigjátszotta a mérkőzést, és nagyon hasznos, egyre hasznosabb játékosa a csapatnak. Úgyhogy egyáltalán nem meglepő, hogy Márko Rossi is számol vele, és egyre inkább kell vele számolni, ugyanis nyilvánvalóan Botkának kell egy alternatíva, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy hosszabb távon nem a Bola Bendegúz lesz az, akivel, akivel majd a, a csapat kezdeni fog, Ugye neki voltak nem annyira szerencsés mérkőzései, kicsit fiatalon, kicsit, kicsit zabolázatlanul, zabolátlanul lépett be ugye a pályára, de most már talán ez a józanság és bölcsesség is megvan, hiszen ugye 22 esztendős játékosról van szó, aki ugye egyre több tapasztalatot szerez a nyugati ligákban, úgyhogy csak nagy sikert lehet neki kívánni, és reméljük azt, hogy, hogy vele pedig a magyar, magyar válogatott jobb oldala fog tudni megnyugtatóan megoldódni, mert azért egy olyan, olyan felállás, amiben ott van, ott van Bolla, Vili Orbán, Szalai kertkez, azt azért nem lehet nagyon rossznak mondani, vagy abban a formában is, mert ugye ez is benne van a csapatban, és talán ez még jobb is, amit most mondok nektek, hogy ugye Lang, Vili Orbán és Szalai van középen, és akkor a két futó, ugye Bolla, illetve, bola, illetve Kerkez, ez szerintem egy nagyon erős csapat a hátvédek szempontjából is. Úgyhogy én csak azt kívánhatom nektek, amit már mondtam is, hogy sok sikert kívánok a pályán, haladjon előre, most már stabil kezdő játékos a Svájci Ligában, ami sokkal jobb színvonalú, mint a magyar, sokkal több pénz is mozog benne, tehát csak így tovább, csak így előre, bendegúz és legél stabil magyar válogatott játékos. Na no, hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattál, ez természetesen egy beszélgetés indító videó, ugye ez egy külön műfaj, tehát itt nem a részletekre és a pályafutás apróságaira tértem ki, hanem a gondolatokat ébreszt a dolog, és felhívja a figyelmet egy remek játékosra, aki egy nagyon jó bajnokságban szerintem egyre jobban játszik. No, ha tetszett, nyomsz egy lájkot, ha még jobban tetszik, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, hogy segítsd a munkámat a videó tehát a számon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, ez olyan, mint a kávéra hívnám meg, hajrá Magyarország, hajrá Magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit!